Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Rengeteget írtak önök, például az iskolák bezárásával kapcsolatban, de még többen azok, akik a kórházakat féltik, különös figyelemmel ugye a gyermekkórházakra. Nagykovácsiból egy aggódó anyuka a következőt írja. Tisztelt Heti Hetes! Farkasházi úr, lehet, hogy sok mindent tud, de kérem, ha valamiben nem biztos, akkor inkább ne mondjon semmit. Az asztmás és egyéb légúti betegségben szenvedő gyermekek száma nemhogy csökkenne, hanem egyre nő. Kisfiamnak is asztma jellegű fulladásos nehéz légzése van, előfordul, hogy éjszaka fulladni kezd, és az otthon lévő gyógyszerek is kevésnek bizonyulnak. Ilyenkor azonnal kórházba kell vinni. Eddig két kórházba mehettünk, ha baj volt, a Schwab-hegyre vagy a Budai Gyermekkórházba. Most mindkettőt bezárják. Legközelebb hová vigyem a kisfiamat? Én ezt mondtam a múltkor, hogy lehet, hogy azon, tehát, hogy azt kell, hogy bezárják, csak abban a pillanatban, hogy azt mondják, hogy ezt a két helyet bezárják, tessék megmondani, hogy mi van helyette. És akkor igen, senki nem fog örülni. Tovább megyek, én meg azon gondolkoztam, hogy nem csak ha mondjuk valamit bezárnak, vagy be kell zárni, vagy tudomásul veszük, vagy nem lehet ellene mit tenni, vagy esetleg úgy logikus, akkor nem csak azzal lehet kompenzálni, hogy akkor melyik az a másik kórház, hanem ezer más módon is. Tehát például lehet olyat csinálni, hogy mondjuk az asztmásoknak tényleg nagyon rossz, hogy bezárják ezt a két helyet, de mondjuk kitiltjuk Budapestről az autókat. Az meg jó az asztmásoknak. És igen, akkor, bizony, vagy bizonyos területekről, tehát hogy, hogy preventíven, kicsit megelőzve, vagy a parlagfüvet kiírtjuk, pontosan ezek a dolgok, vagy a kutyakaka, vagy ezek, ez nyilván minden városban. Minden városban. Kutyakaka nem egyenlő a smoggal. Tudom, nem, de egyébként én kutyakakát, ha kutyát nem is... Ez jó, hogy felosztod a kutyakakát, mert kutyakakát, így az Alföldivel elvagytok egy fél óráig. E témában írt nekünk egy másik aggódó édesanyja is. Picit magasabban, mert nagyon lehet. A múltkori adást nézve szomorúan tapasztaltam, hogy az általam tisztelt művészek és közéleti emberek egy-egy fontos társadalmi jelentőséggel bíró témában úgy mondanak véleményt, hogy csak felületesen tájékozottak. Ezzel sok nézőt meg is téveszthetnek. Az én kisfiamat orvostól orvosig vittem, míg a Schwab-hegyen egy speciális vérvizsgálattal kiderítették, hogy atípusos tüdőgyulladása van. Azóta ott kezelik és meggyógyult. Nem mindegy, hogy mindez a belváros smogjában vagy Budapest legjobb levegőjű helyén történik. Aláírás Bozsik Ivett táncművész. Azért üzenném a Bozsik Ivetnek a legnagyobb tiszteletem mellett, hogy ez a műsor nem feltétlenül arról szól, hogy bizonyos kérdésekben mi szakmailag úgy nyilatkozunk. Nem is azt mondja az Ivet, bocsánat, az Ivet azt mondja, hogy mi befolyásolni tudjuk a közvéleményt. Jó, ebben neki igazad van, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy egész Budapestnek jó levegő kéne, és akkor milyen marha jó volna ez. És ha már az előbb Teddy szóba került, kifejezetten neki címezték az alábbi levelet. Tisztelt Heti Hetes! Legutóbbi adásukban a nagyokos Farkasházi azt állította, hogy Kolumbusz velencei volt. Majd kétszer meg is ismételte, pedig köztudomású, hogy Amerika felfedezője Genovában született. Velencéhez csupán annyi köze volt, hogy 1488-ban, ahogy Genovától, úgy Velencétől is kért pénzt, hogy elérhesse Indiát, de hiába. Persze genovai születését is vitatják, így már magam sem tudom, mi az igazság. Majd a másik hajós eldönti. Tisztelettel Farkasházi Tivadar! Önkritikát gyakoroltat egy. Hát a szabad akkor... Azért kedves hajós András. Na hát, akkor most köszönöm szépen. Jó? Kijelentette, hogy az állatok nem tartanak embereket az odújukban. Akkor mi miért tesszük ezt? Talán elkerülte a figyelmét, hogy az állatok ezen kívül még elég sok mindent nem tesznek, amit pedig mi igen. Példának okáért nem bámulnak foci meccset, nem dohányoznak, és nem utolsó sorban nem csápolnak Emil Rules koncerten. Igaz? Ez hülyeség, mert mi se, de mindegy. Az emberekről volt szó. Gondolom, ha egy játszótéren megtetszik önnek egy anyuka, nem falja fel előbb a gyerekeit, és nem dugja meg utána, eképpen biztosítva saját génjeinek továbbvitelét. Pedig az oroszlánoknál ez természetes. Más faj, más szokások, üdvözlettel Kuklai Kata. Kedves Katalin, köszönettel vettük az állatok és az én játszótéri nemi szokásaim tekintetében is mindenképpen eligazító jellegű levelét. Levelének tanulságát levontuk.
tanúságát hordozó levél tárgyat pedig az 1713.472 per kedves levelek per Katalinok fakba elhelyeztük. Így aztán bármikor maradandó sorai egy pillanatra is megfakulnának emlékezetünkben, azt módunkban áll elővenni. Köszönjük még egyszer. Hölgyeim és uraim, Bajnor Imre! Kern András! Hernádi Judit! Alföldi Róbert! Hajós András! Hajdúszti! Mondtam, hogy érdemes. Érdemes ezt a hújogót hozni. Még egyet azért, azt nem olvasod föl persze, ami neked szól, mi? Azt nem olvasod. Nekem nem szól semmi. Dehogy nem. Kedves Jáksó László. Először is annyira unjuk már a pofáját, hogy hihetetlen, ezért kérjük, takarodjék le a képernyőről. De miért jó, hogy ilyeneket olvastok föl? Ezek nem undok-dög levelek, nem ezek mondom? Helyes, kedves levelek, csak olyan piszkálósok. Dögölj meg, te tetű, abban is van valami báj. Tehát lehet azt is szeretni. Baromira kezd félni az ember, de lehet. Meg lehet szokni magát az érzést, hogy nem nagyon megyek el otthonról. Megköszönöm, hogy én nagyon-nagyon bátran mozgom, csak engem a dioptriáim védenek. Szóval én úgy vagyok ezzel, hogy kiveszem a kontaktlencsémet. Hogy? Na. Nem is hal! Nem az, hogy nem... Nem tudod, hogy hova mész, azt mondtam. Ne, és nálam mindig van egy gáspré, valaki kicsit közelből lefújom magamat, és akkor... Mondom, fekvő emberbe csak nem ülnek bele. Szilvási György kancellária miniszter szerint szélsőséges csoportok olyan tervet is készítettek, hogy megpróbálnak bejutni a parlament épületébe. Politikusok ellen is terveztek merényleteket. Én egész tinédzser koromban olyan terveket készítettem, hogy be kéne jutni egy nőbe. De neked nem sikerült, nekik meg lehet, hogy sikerülni fog. Politikusok ellen is terveztek merényletet. Ez elhangzik egy kormányvezető tisztségviselő de hát szájából. Most mit mondjuk? Én tudom azt, hogy hát mondjuk tudom? Azt sokan nekik, hogy ne szórakozzanak ezzel. Tehát vagy adnak mondják információt. Mondják ki, hogy ki ellen ki. Ha meg... Engem ne fosassanak be, de tényleg. Tehát... Igen, mert hogyha megnevesítik, hát ha egyetért az ember. Jó, elvetted az élét. Én csak azt mondom, hogy volt Angliában, hogy ez a futballhuliganizmus, és akkor ugye mennyi ideig volt az, hogy voltak rácsok, ugye, végig a meccseken. Igen, ott túl a rácson. És ennek dacára, hogy rácsok voltak, szétverték egymást az emberek, és akkor utána azt mondták, hogy nem, akkor levesszük a rácsokat, csak egyszerűen megszűrték. És nem ezt mondták, Jutka. Borzasztó egyszerű volt. Mit nem mondta? Nem csak, hogy tudom, tudja, csak, hogy nem ezt mondták. Azt mondták, na kérem, akkor most levesszük a rácsokat. Ha valaki 3 méterre bemegy, az 5 évet kap. Ember nem ment. Rendben is van, én rendben is tartom. Akkor rendben, legyen így. Azt kell eldönteni, hogy egy futballstadionban a futballmeccs a fontos, és nem az a sok barom, aki ezt lehetetlenné teszi. És ugyanígy itt is a parlament és a törvényhozás legyen a fontos, és nem az a sok barom, aki ezt lehetetlenné teszi. Még egyszer. És just is kötöm a ebedet. De én a tiédre gondoltam. Szóval kötöm az ebet a karóhoz, mert tényleg tiszta szívből megpróbálom átélni, és hiába hangzik ez, hanyagul el a sajtóba, hogy itt majd baj lesz, és próbálom, hogy hát, ha nekik van igazuk, és én vagyok a buta, és akkor a következőképpen okosgattam. Biztos, hogy esetleg tényleg van ez, és ők nagyon nyomoznak utána, de olyat én semmilyen Derik filmben vagy a világon nem láttam, hogy a bűnözőket a sajtón keresztül az egész országon át figyelmeztetjük, hogy most már tudjuk, hogy vagytok, és szólunk mindenkinek. Szóval ez egyszerűen nem értem, hogy ez mire jó, azon kívül, hogy mondjuk belpolitikai haszna van. Azon kívül, hogy ahelyett, hogy azt mondanák, hogy azért, mert azok az események voltak, amik voltak az elmúlt fél évben, zárva tartjuk a teret.
A rendőrség rendzavarásért ismeretlen tettesként jelentette fel a fideszes honatjákat a kordonbontás miatt, de a bíróság feljelentés kiegészítést kért, mert a feljelentésben csak néhányukat nevesítették. Mint egy ismeretlen. Hát nem volt rajtuk hát azonosító száma, igen. Fideszes honatjákat. Igen, az anyjuk neve, meg ilyesmi. Az, hogyha leadják a nevüket, akkor a rendőrség azt mondja, hogy így bárkit hívhatnak. Mi az anyja neve, mikor született és hol lakik? De ne haragudjatok, az egészben, szerintem az egészben volt, a derűs is volt, jókedvű is volt, és volt valami gyerekes benne, erről aztán eszünkbe jutott az. Csak nem írtál egy jelenetet, Andris? De szigorúan titkos. Hangfelvétel a Bezerédi utcai Kölcsey Ferenc általános iskola 8. tanulóinak a napköziben elhangzott beszélgetéséről. 2007. február 2. Sunya! Sunya! Mi van, mit akarsz? Szerintem menjünk le és bontjuk le a kerítést. Hülye vagy? Bontjuk le! Na! Az iskola a kerítését. Itt a nap egy uzsonna elő. Na, most mit akarsz? Fizessek egy lekváros buktát? Hát nem tudom. Mi van? Hogy bontsuk le a kerítést, az van. Tudom, én már hoztam is csavarhúzót. Mit te tudtad előre? Nem úgy értem, nálam mindig van a zsebemben csavarhúzó, meg cékla. Minek a cékla? Hát nem tudom, hát kell cékla valamire. Ja? Te is jössz, Juci. Jövök, hát, hova? Ne üzölts! Jó, rendben. Mi van, ha megtudja az igazgató úr? Dehogy tudja. Különben is én direkt nem írtam be anyám nevét. Nem tudják, hogy ki vagyok. Jaj. Én is jöhetek, én is akarok jönni. Jó van, csak nehogy elrosd az egészet. Jó, fölhívom anyámat a mobilon, hogy mehetek-e, jó? De ne hívd, te hülye vagy! Hülye. Anyád kiírná a rendőrséget. Ez egy ilyen titkos hetc. Ja. De mi van? Az igazgató úr mégis rájön, hogy mi voltunk. Majd azt mondjuk, polgári engedetlenségi rosszkodik. Figyelj! Fölhívom apámat, jó? Ügyvéd, ő megmondja, jó? Ne hívd! Titkos! Ja. És mi van? Mi van, ha lebukunk? Te meg ne üvöltsél már! Mi vállaljuk a felelőséget. Én nem vállalom, fölhívom anyámat, jó? Hogy mi van? De ne hívd fel anyádat! Van nálad kalapács vagy jégtörő csátán? Nálam van cékla mindig. Jó, akkor nincs. Gyerekek, és mi van? Mi van? Halkabban! És mi van, ha megtudják, hogy matek töri óra alatt? De ez nem óra! Jó. Matek töri korrepetálás, és megmondjuk, hogy azért van, mert mindenki kettes kapott a töri dogára, és ez az alapvető tanulói jogok semmi bevétel. Én se írtam be a születési évemet, engem nem tudnak elkapni. Egyszerűen nem tudják, hogy... Hol a kis Rogán? Az öccse rosszul volt, az hazakísérte, azt mondta rosszul, már tornáról is elengedték. Persze, a gyáva! Pedig nála voltak a feszítő vasak. Mi van? Felhívtam egy régi nagybátyámat, azt mondta, ne bontsuk le az igazgató úrék, úgyis visszaállítják. És akkor mi van? Tényleg, akkor mi van? Na most, azt nem tudom, ilyen messzire nem gondolkodom. Ha majd elérünk a hídhoz, majd átmegyünk a híd. Jó, milyen hídon? Nem érdekel, gyerünk! Bontani gyerünk! Ilyen a tanuló ifjúság szabadsága! Na
nagyon komoly dolog lesz, 150 ezer forintra büntethetik őket, vagy biztos kapnak összesen számlát. Igen. Kivéve azt a hármat, aki már előre gondoskodott olyan papírról, hogy neki rácslátása van, tehát ő pont csak a levegőt látta, és ő nem, hogy ment, van be, beleakadt, hát persze, hogy felemeljük. De most várjátok, de most az ő mentelmi joguk föl van függesztve. Az föl lesz, kérték, hogy legyen. És legyen is. Ja, hogy legyen buli, és hősök legyen. Igen, szerették volna nagyon. Sikerült megint példát mutatni, nagyon köszönjük, mi is. Lesz mit tanítani a gyerekek. De várjál, de én a mennyi, sok-sok levélben... Kisfiam, levél, bontsál te is kordon, de és tanulj meg kondon, angolul, valóban, és utána mennyi kordon. A kondon? Na, az a baj, hogy mindkét oldalra lehet ugyanilyeneket mondani ebbe a kordonügyben. Mert a kordon nem se kóser teljesen. Hát hogyne, az se jó, hogy az, hogy valóban az se helyén való, hogy kordon val a parlament. Ez se helyén való, ebben nekik igazuk van. De az, amit írtak, nagyon-nagyon sok lap, ami teljesen igaz, meg mondtak különböző politológus emberek, hogy törvénytelenségre nem lehet törvénytelenséggel válaszolni, mert ez lehetetlen. Hát ilyen egyszerű ez a dolog, kész, fizessék be a 150-et, és menjünk tovább, van valami bugyis hír itt a nemben. De az nagyon érdekes, bocsánat, hogy erre visszatérek, és nem jutunk még el a bugyihoz, hogy... Hogy nem! Azért én már az ilyenkor... Én ma ilyen elgondolkozós hangulatban, hogy az egyik levél, amit kaptam ilyen szép bevezető után, az arról írt, hogy tehát nem azt mondom, hogy hősként vannak tisztelve, de hogy például ez a levélíróban az volt, hogy ő úgy érezte, hogy ez bátorság volt. Hát úgy nem érezte, hát hadd érezze. Nem baj ez, hogy ezt érzi. De miért baj? Nem baj ez, hogy ezt érzi, csak az a probléma, hogy ez egy demokrácia, csak ők úgy gondolják, hogy nem az. De ez az. Én ebben hiszek. Elmondom a... Ez a kettőnk közti különbség. Elmondom a legfőbb bajomat ezzel, és nagyon sokakról tudok, akiknek szintén ez a legfőbb baja. Nekem nem az a bajom, hogy nem értek egyet azokkal, akik a Kossuth téren vannak. Nem ez a legfőbb bajom, hanem szánakozva nézem, hogy amit szeretnének elérni, azt végtelen ostobán és bután csinálják. Mert mondok egy példát, elérni dolgokat úgy kell, egy konkrét példát mondok, Magyar Kerékpáros Klub, annak az elnöke egy olyan szakember, aki egy civil szervezetet létrehozott, és elkezdett a főváros nyakára járni, és nem tüntetett, nem lefeküdt, nem odaláncolta magát, hanem ment be minden ajtón, és azt mondta, hogy javaslatom, EU, törvény, szabály, így gondolom, osztrák példa, amszterdami példa, és addig-addig csinálta ezt, sajnos ez munkával jár, és olvasni kell könyveket, és amíg egyszer csak azt mondták, hogy jó, akkor most már egy éve rágod a fejünket, és rájöttünk, hogy ebben meg ebben igazad van, meg így. Ekkor azt mondta, oké, most leírjátok egy dokumentumba, hogy így lesz, de én szeretném, ha kineveznétek egy kerékpáros biztos vagy. És így dolgozik, és így halad, és egy év alatt többet ért el, mint bárki más. Tehát ha ők... És bocsássak... Ők semmi más nem mondanak hosszú idő óta, mint hogy a jelenleg törvényesen megválasztott miniszterelnök mondjon le. De ezt mondják, ők ezt járnak nem... a nyakára, a parlamentnek, a korlátnak, a kordonnak. De nem jól a mondják. Budapest nyakára, mindenhova járnak, és ezt mondják. Robi, nem jól mondják, mert téged megnyertek. Engem, aki magam is ezt mondtam, engem megnyertek. Szarul csinálják, rosszul. Nem így kell ezt csinálni, nem úgy kell csinálni, és ha egyébként valóban úgy lenne, hogy a miniszterelnök mondjon le, amit sokan gondolnak így, akkor ezzel csak ártanak, ezzel tartják ott. Ezt kéne észrevenniük, hogy ők tartják ott a Gyurcsányt azzal, hogy muníciót szolgáltatnak minden olyan ellenlépésre, hogy akkor ilyen titkos szolgált, olyan izé, ne adj Isten, hogy valamelyik igaz legyen. De nem... Én így látom. De én gondolhatom azt, hogy az éppen aktuális miniszterelnököm, én azt gondolom, hogy ne ő legyen az én miniszterelnököm, mondjuk én nem rászavaztam. De mivel törvényesen az ország többsége megszavazta azt a miniszterelnököt, bűncselekményt bizonyítottan vagy följelentésen vagy csak, nem követett el, akkor milyen alapon mondom én azt, hogy mondjon le? Azért, mert nekem nem tetszik. Miközben megvan választva. De
És a személytől független. Ez a demokrácia, ugye négy év. És ők négy éven át mondhatják, és az... megvannak a módszerek, hogy hogyan lehet olyan helyzetet teremteni, hogy egy miniszterelnök távozzon, de biztos, hogy nem az, hogy folyamatosan ott, ott randalíroznak. Mert az András azt mondja, hogy ezzel csak megerősítik, hiszen a MSZP azt fogja mondani, hát most nem fogjuk lemondatni, mert mindenki azt mondja, hogy mondjon le. Utalnék a Lesszabára, utalnék arra, amikor egy csapat úgy védekezik, hogy meglepő módon, és általában 8 éves korban van az, amikor az ember megérti, én 17 voltam, hogy, hogy bizony úgy védekezünk, hogy, hogy mindannyian előre futunk, és a másiknál van a labda, és ő Lesre fog futni. Tehát van ilyen, tehát nem csak az, hogy fejjel megyünk neki a falnak, mindegy. Vagy más küldünk előre, hogy menjen neki a falnak fejjel. És ha látjuk, hogy nagyon közel van a falhoz, akkor hirtelen leszaradunk a haverokkal, és elveszük onnan a kordont, hogy szépen neki tudjanak szaladni. De még mindig nem érted a Les taktikát, azt hiszem. Azt mondtad, hát, mindannyian előre futunk, és akkor ő majd Lesre fog futni. Lesre maradra. Hátra futunk. Nem? Hát honnan tudod, hogy hol van az előm? Nem, Andris, nem. Mi előre futunk saját magunkhoz képest? Ez egy fontos kérdés. Na végre. Mutatom 3D-be. Nem úgy van, hogy az a csapat, amelyik mi vagyunk, annak... Ezt nem akarom el. Nem, az a Les. Az a Les. Tényleg az én időmre mi játszol, te? Futballbíró volt. Még... Miért nem őt kérdezed? Nem az a Les taktika, hogy egy kicsit hátra kell húzódni, és akkor az, aki... Andis, köszönhetbe átfakszolom neked. Most mondd meg, nem így van, nem akarom megmondani. Az egy probléma van egyébként. Amikor választani kell, akkor nagyon sok ember, bocsánatot kérek, nem pozitívan választ, hogy én amellé nagyon, hanem inkább amellé nem. És akkor Márkuszos a helyzet. Hát de miből áll? Hát azért van demokrácia, hát ül nem tudom hány százezer választópolgár. Ott van az alkotmányban, hogy hogy lehet pártot alapítani, és mindenki csak ül, hogy de hát nincs kire. Hát tessék csinálni. De most lesz, most állítólag lesz például jobb oldalon egy új párt. Örömmel üdvözöljük. Valamikor hallottam. Hát én is akarok pártot. Robiát. Én meg azon most gondolkozom, hogy hát van. Előre mennek, attól miért ki lesz lesen? Maci, te mit gondolsz erről? Hogy ilyen 18 éves lányoknak pártot alapítani mennyibe kerülhet? 3 év fölfüggesztett. Hát még jobb bár. Jó, hát. Jobb, mint a 4 év, érted? Egyre több amerikai férfi fekszik plasztikai sebész kése alá. Na. 2000 és 2005 között például 165%-kal nőtt azok száma, akik szike segítségével szeretnének megszabadulni dagadhasuktól. Személy dolog. Márhogy így ezt a hírt így belaktátok. Esetleg pegyhűt szemhéjuktól, vagy tennék feszesebbé lógó melléket. De nem lóg a mellem. És ez szanyas, szép ez nagy. De miért nem lehet olyan? Még de annyi balettozástól majd lógni fog, Laci. Nem mondod meg, hogy? A térdedig fog lógni. De 12-es sorba megyünk. Ja, ezt ismered, ezt a... Azt mondja, az öregkornak is megvannak a maga szépsége, szóval egyet mondjuk. Jó, de egyébként már bocsánatot kérek, hogyha nőknél, férfiaknál az, hogy levágják, leszívják, betoldják, átszabják, fölvarják, az természetellenes. Aki így érzi jól magát, vagy ez helyre rakja az ő pszichéjét, miért ne csinálhatná? Ha férfi érzi úgy, hogy neked például egy nagyobb mellett szeretnél, akkor nyugodtan lehet. Igen, de... Az azért lenne neked jó, mert akkor nem tűnne föl alatta a hasad. De láttátok ezt a képet a Stallone-ról, a Sylvester-szel, hogy az ugye? Hogy az valami elképesztő. Tehát, hogy fölrakatott egy mellett. Igen, fölvárták. És egyszer megszűnt annak lenni, ami... Mert az, hogy a melleit, vagy a nem tudom, csinálja, de a fej... Annyi felvarrása van, hogy állandóan borotválni kell a fanszőrzetét, mert különben kecske szakálla lenne. Azt írják a Marina Dietrichről, hogy amikor idősebb volt, olyan hajráfot rakott be a haja alá, hogy fölhúzza a homlokát, mert akkor még nem volt plasztikai műtét,
hogy sebes volt állandóan a feje, mert mindig ilyen így fölhúzta. Miután azt veszem észre, hogy a plasztikai műtétet, azt mindenki elfogadja azzal, te is ilyen megengedő vagy, hogy bizonyos belső műtétekkel... Azt mondtam, hogy ha nők csinálják, akkor csak azt mondom, de ezt elfogadtam a társadalom. Egyébként állítólag hajos van már kutyákon is plasztikai. Olyan van, hogy a gazdájukhoz hozzávarják őket? Próbálkoznak ilyennel, állítólag csinálják már színészek, nyelvét varják hozzá az igazgatók seggéhez. Azt nem kell varni. Ez jó. Azt nem kell varni, Steve. Az ott van. És akkor hogy tudtok így beszélni? Robi, szeretnék a tagod lenni. Én csak kérem, hogy a korszakalkotó javaslatomba beszéltetek bele, hogy bizonyos műtéteket, amik belül zajlanak is, nevezzenek plasztikának, mert jobban hangzik és nem olyan megalázó. Tehát nem aranyér, hanem mondjuk bélplasztika. És az nem arról lehet... Felvaratod a... Hát nem ugyanaz. Most aranyered a homlokodra? Az, hogy belül csinálnak plasztikát... Állandóan sapkába kéne járni. És azt énekelni a hajós, hogy huap, 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 az aranyér. Én egy nagy filozófiai gondolattal jövök most. Mi az? Az, hogy jó-e ez is egy ilyen amerikai átvétel, vagy a nyugati, vagy a demokratikus izék, nem tudom, hogy régen nem tudtunk mindenkiről minni, csak visszatérve az alaphírre, hogy valakit fölvartak, vagy már nem is emlékszem. Stallone. Hogy kell mindent mindig nekünk tudni, hogy ez én szerintem egy olyan hülye része ennek a szakmánknak. Nem, például ezt így gondolták a parlamentben, és nem kell nekünk mindig. Nem. Nem, én úgy értem, hogy ennek a nagyon nagy demokratikus őszintességnek van azért hátránya. És én például emlékszem arra, hogy én halálos, szerelmes imádattal néztem a Marlon Brandót, téged is egyébként, tudom, a Marlon Brandót. Hittem, hogy egészen addig, amíg valami újságban el nem olvastam, hogy a fia lelőtte a lányám, a másik menyét, igen. És akkor állatokat hagyjuk most a menyét. Nem lehetett olyan nagy imádattal nézni. És miért? Én nem tudom. Mert én de szerintem... Mert a kisebb színész lett? Nem úgy van. Nem, de van igazság. Én szerettem valóban azt, a, biztos ez is olyan nosztalgiázása a Kádár rendszerre, amit nem szívesen vállom. A legendák vállom maradjanak meg, nem? Az, igen. A legendák maradjanak. Nem magyarázd el, hát... Hát ez egy nagy gondolat lett volna. Szóval, hogy nem mi kell egy az pici titoknak maradni, és nem érdekesebbe enélkül, az egész bulvár sajtó nélkül, akit hát bocsánatot kérünk, meg nem tudjuk, nem hogy kell. Nem kérünk bocsánatot. Vagy nem kérünk bocsánatot. Én bocsánatot pereskedünk, vagy mit tudom. Bocsánat. De hogy jó, de kell nem mindenkiről minden addig jó tudni. Én mondom ezt itt magamban, mert de a film szerint. Na ilyen a film szerint. Ez a jó, beszél, ezt kell próbálni, Dénevel. Hölgyeim és uraim, Kern András belső monológiát hallják. Nagy szeretettel. De ezt kértek tőle, nem? De jó volt. Semmi baj nem volt. Ha megcsináltad a szerepet, rendben van. Ha már komolyan beszélgetünk, akkor azt hadd mondjam el, hogy a Stallone-ról nem azért... Egyrészt ez ízlés dolga. Tehát lehet, hogy az Al Pacino föl van varva, de ő belenéz a tükörbe, és nem akar, hogy ez nagyon látszódjon rajta. A szegény Stallone-nak nincs ízlése, mert hogy ez tetszik neki, ahogy szegényként kinéz, akkor ott nagyon nagy probléma. Nem, én most néztem azt a fényképet, egyfelől meg is van egy picit talán hízva, másfelől meg nagyon vigyorog, és ettől... Szóval de nem azért vigyorog, mert ide várták neki a nyelv. Muszáj neki vigyorogni. Nem tudom, csak ez ha szomorú, akkor is röhög. Csak ezt a képet. Már csak így játékban lehet. Az a baj, hogy ott mindenkitől ezt elvárják, ezt elvárják, ez egy szokás. És nem is oda, nincs, ez te ne, azért rendesen. Mit várnak el? Valahogy, aki ott emberek előtt szerepel. Losziba, azok... ott losziba. Nagyon jól járnak ők ezekkel. Szemöldök felvarásokat. Ez lassan most már úgy van, mint hogy az, hogyha valaki megcsináltatja a fogát, akkor az is egy a... Jó, de hogy a plasztikai sebészet... Tehát én nekem van egy olyan barátom, aki egész életében egy hölgy kínlódott azzal, hogy gyűlölte az orrát. És rászánta magát ilyen erkölcsi válsággal, hogy elment és megcsináltatta, és azóta boldog ember.
Akkor jó, másról beszélünk. De más. Jó, csak ne más. Írják le a bulvárlapok, és nekem azt ne kelljen tudni. Hadd higgyem én, hogy a te barátnőnek olyan orra van. Miért olvasod el? Hát nem tudom, mert érdekel. Kondrán következik, és utána folytatódik ez a beszélgetés. Úgy mondjam, teljes jogú tagja lettem a Heti Hetesnek, valamit elkövettem. Na, na. Várjál már. Valamit elkövettem a múltkori adásban, valamit mondtam, nem tudtam rájönni, hogy mit, aminek eredményeképpen több tucat nagyon kedves e-mailt, levelet kaptam különböző címekre, a Bárka Színháztól kezdve egyéb címekre. Azt szeretném kérni mindenkitől, aki, hogy úgy mondjam, nyomdafestéket nem mindig tűrő szavakkal mondta el a véleményét az én véleményemről, hogy én úgy mondom el a véleményemet, hogy itt látszik a fejem, és, minden, és tudják, hogy hogy hívnak. Aki viszont az ellenvéleményét elmondja, illene aláírni, és akkor talán lehet beszélgetni. Nekem nagyon sok ilyen vitám van egyébként interneten, ahol elmondják, hogy a műsorról rólam akármi a vélemény, és mindig érdekel, hogy a Gyugyuka állné, vagy valami hasonló mögött, hogy egyébként ki. Az mindig... én vagyok. Nem. Bocs. Nem akkor merem a szem... Akkor a te anyádat. Mióta el akartam ezt mondani? A Steve-nek. Hát ha egyszerű volt. Én vagyok Gyugyuka. Steve, tényleg, de hogy hív, téged hogy hívnak? Hajdú István vagyok. Az e-mail címem, vagyis a honlapomnál www.merevedesizavarok.hu. Hajdú. Fene egye meg, most már nem tudom rárakni az én honlapomat. De jó. Csináljuk egy páros linket, te is oda jöhetsz. Olyan is van? Igen, te. Páros link? Hát nem tudom, most találtam ki, van ilyen. Biztos. Munkaügyi bírósághoz fordulnak a kaposvári tűzoltók az eddig ki nem fizetett 120 millió forintos túlóra pénzeik miatt. Egy uniós jogszabály szerint ugyanis a tűzoltók munkaideje heti 40 óra. Az ezen felüli munkavégzés túlszolgálatnak minősül, amit ki kell fizetni. A hazai tűzoltók 50 órát dolgoznak hetente, de 2004 májusa óta egy fillért sem kaptak a plusz munkáért. Na, klassz lesz. Azt hittem jobb hírt olvasol föl. De nem teljes mértékben igazuk van, fantasztikus felelősség, teljes munkát végeznek. Jó van. Egyébként most talán éppen ezen a csatornán volt, ha nem, akkor bocs, egy film, a Minap, amikor nem tudom, valami kombinált, olaj, nem tudom, talán látták is, kigyulladt valami miatt, mindegy, volt egy sztoria, és majdnem leégett az egész. Szóval elkezd döbbenetes, amit végig kell ilyenkor csinálni. Adja az Isten, soha ne legyen munkájuk, de teljes mértékben igazuk van, hajrá, tűzoltók, tessék neki menni a dolognak, és ki kell harcolni. Miközben tökéletesen egyetértek azzal, amit mondasz, azt gondolom, hogy ahogy most állunk, az a dolog, hogy menjetek, harcoljatok, plusz 120 millió. Biztos nem azért nem fizették ki nekik, mert el akarták a jogszabályt titkolni, hanem mert gondolom nincs miből kifizetni. Az a helyzet, hogy nagyon sok helyen lehetne ilyen precedens pereket csinálni, és ez az eset az azt mondja, hogy 7-8 milliárd. Most marha sok, szóval nagyon nem tudom, nem, mindannyian mennyi át volt az úgy nyilvántartást a szándékul elköltött? Pénz. A céget. 5 milliárd volt az? Melyik? A képviselők által ilyen költségekre útnyilvántartásra számla nélkül elköltött pénz. Jó. Mennyi volt? Jó, hát aljas demagóg dolog, amit mondok. Nem, ez nem demagóg, ez az nekem is nagyon, hogy úgy mondjam, bassza a csőrömet, hogy ez most így van. A csőröm kicsit erős volt. Júzka! Csőrömet? Ilyet mondani, hogy a csőrödet madár influenza idején? Hát nem értem már! Ez olyan mértékben fölháborít ez, hogy egész egyszerűen ez számla nélkül, minden nélkül ő nekik ez mehet, ez rettenetesen dühít. Hogy fölvették ugye ezeket a szállás és a,
és az utazási költségtérítéseket. Az MDF véleménye szerint Magyarországon a közlekedési kultúra nem elég fejlett ahhoz, hogy a jogkész szabályt alkalmazzuk, ezért ezt a párt megszüntetné, és helyette egyértelműbb és könnyebben átlátható szabályt vezetne be. Vagy lehet, hogy az MDF kicsit balra akar menni, hogy el akarja törölni, ez az első lépés, hogy a jobb oldalt, a jobb kész szabályt eltörli, és akkor kicsit középebbre felé. Mindegyik a útvonal el van döntve, hogy az alá van rendelve valamelyik másiknak. Na. Isteni lesz. Elfogtam egy újság. A Fidesz Magyar Polgári Fórum kijelentette, az emberi közlekedés alapvető szabadságát korlátozza minden piros lámpa, valamint az elsőbbségadás kötelező tábla, azaz a háromszög. Ezen az alapon akár bárkit kötelezhetnek megállásra, holott a folyamatos haladás a demokrácia legfőbb ismérve. Valamint javasolják a megállni tilos táblák eltörlését is. Miért ne állhatna meg bárki, ahol akar, a megállás, nokdacu várakozás, szintén alapvető emberi jog. Ebben az ügyben a köztársasági elnökhöz fordulnak, eredménytelenség esetén kilátásba helyezik, hogy március 15-én maguk szedik le az e fajta táblákat. A keresztény demokraták csatlakoztak a Fideszhez, Semjén Zsolt szerint az egyirányú utca behajtani tilos is a Gyurcsány kormányt terheli. Mi a jó Istenért ne lehetne innen is, onnan is bemenni? Különösen templomok, inkluzíve zsinagógák közelében. Az SZDSZ Magyar Liberális Párt a zöldekkel és a Szabad Szél mozgalommal egyetértésben vizsgálatot tartott, és véleménye szerint a magyar polgárok 74%-a szerint a közlekedés teljesen liberalizálni kellene. Fodor Gábor és Kóka János elnökjelöltek szerint minden táblát le kéne szerelni, jöjjenek, menjenek az autók, ahogy akarnak. Még a járdákon is lehessen közlekedni, teherautóval, kamionnal, nem beszélve a sinekről. A kisebbségi vezetők szabadon mehessenek föl a házfalakra is, szabadságot mindenkinek. A Magyar Szocialista Párt labzártánkig nem tett javaslatot, mindössze annyit kértek, hogy bármilyen változtatás, reform van a KRESZ-ben, mindenki fizessen be 600 forint közlekedési járulékot, de azonnal. Simicskó István, a KDNP frakció vezetője a következő kijelentést tette. Helyesnek tartanám, ha nem vonulnánk ki a parlamentből, amikor a miniszterelnök beszél, nem lehet csak és kizárólag durcáskodni, és nem beszélni a másikkal. Na látod. Hát azért erre végre egy mondat. Már az a problémám vele, hogy miért nekem mondja, és miért nem megy oda, és mondja meg neki. Azért, mert én figyelem a Simicskót, és a Simicskó, ahogy egyre tulajdonképpen felelősebben és higgadtabban nyilatkozik, egyre kijebb kerül. Hát egyet magának mondja. De vannak karakánabb emberek, ők nem vonulnak ki. Ők be sem mennek, és ez a nagy dolog. Ahogy örök becsű Hoffi Gézánk mondta, a munka nem az ő dolguk. A munka a becsület és tisztesség dolga. Ez egészen. Hogy elfelejtették a Hoffit? Dehogy felejtették. Nem úgy, nem így, hát senki nem felejtette el, de hogy valahogy úgy eltűnt. Na. Soha nem fog. Társaságok, tehát de nem úgy értem, azt gondolom, beszélnek róla a szoka, is egy-egy mondat. Azok a szilveszteri műsorai, amik mondjuk az én kamaszkoromban voltak, azokat nyugodtan most is le lehetne adni. De hát az a te kamaszkoroddal miért? Együtt tűnt el, tehát sajnos. Meg az enyémmel is. Az enyémmel is. Hát van egy csomó fölvett műsora. Végül is egy rohadt helyzet van köztetek. Hogy tudjátok ezt megoldani? Úgy, hogy amikor tiszteljük egymás véleményét, még ha mondjuk fasságot is beszél a rohadt. Azt hiszem, kapsz tőlem karácsonyra egy kutyát. Szegény kutya, nem adom. Nem. Azt én nem akarlak zsarolni, én csak annyit mondok, hogy szélsőséges csoportok kutya ellenes zászlókat lengetve, ami egyébként ősi magyar jelkép a kutyatarsójal és a kutyafűvel együtt. Azt lengetik, joguk van hozzá. Kutyagumit a seggedbe, azt.
még nem zárult le a vita, hogy mit kezdjen a magyar állam a Kossuth térrel. Rogán Antal levélben fordul Gyurcsány Ferenc kormányfőhöz és Demszky Gábor főpolgármesterhez a teret körbezáró kordon lebontásáért. Az ötödik kerületi polgármester igényt tartana a területre. Mint elmondta, az ország legnagyobb gyermekjátszóterét alakítaná ki a téren, valamint mély garázs építésére adna megbízást. Mások szerint angol mintára éjszaka zárható közparkot kellene létrehozni. De aranyos volt egyébként a Rogán valamelyik éjszakai műsorban, azt mondta, hogy valóban az, hogy egy kicsit cirkuszszerű a parlament. Egy taxisofőrét kérdezte, hogy vigyel a fővárosi nagy cirkuszba, és azt kérdezte, hogy az Állatkerti útra, vagy a Kossuth térre. Nem rossz ötlet az. Micsoda? Micsoda? Volt benne ez, hogy az ország legnagyobb, tényleg én is úgy éreztem egy kicsit, de ugyanakkor nem egy rossz ötlet, és végül is azt hiszem, hogy erről van szó, hogy egy nagy közpart lesz benne. Semmi más nem akart pici finom humorral jelezni, hogy, máshol, hogy talán abba kéne már hagyni ezt az egészet. Igen. Világosan, vagy ha nem hagyjuk abba, akkor csináljunk csúszdákat. De akkor meg azt kell mondani, hogy ne csúszdákat csináljunk, mert az tényleg kicsit más éfás. Is. Csinálják egy gyönyörű kertet, de egy van más is, egy nem csak a mély garázs, hanem arról van szó, hogy hova kerül ez a tér, milyen kirága kezébe. Igen, mert hogy az országház is akarja, az országgyűlés is akarja saját magának, az ötödik kerület és a főváros, tehát itt erről is szó. És még én is. Ezért nem lesz a Rogánnak igaza, mert akkor az ötödik kerületén lenne, már pedig ez nem lesz. Igen, de a Rogán azt mondja, a távlati terv az, és ez meg mondjuk egy ilyen szép terv szerintem. Hogy? Azt hiszem, jól emlékszem, hogy Margit, tehát a képviselőháztól egészen a hogy legyen még a parlament arás végéig, vagy hogy a Kossuth térig, ez egész legyen egy összefüggő zöld terület. Jó, nagyon legyen. Jó. Legyen. Én nem bánom. Természetesen. Azért jó az ilyen, mert ott legalább az ilyen közkeretekben vannak nyilvános vécék, muszáj, hogy fölrakjanak, és akkor legalább semmilyen alkalma nem fogják lehugyozni a füvet így, mint... Bár gyertéglával kicsit nehezebb lesz dobálózni, de nem fáj viszont. Azért építenek egy Árpád sávot, azon lehet majd közel menni a parlamenthez, hogyha akkor is úgy dobja. Ilyen metlahiból lesz kirakva, hogy... Igen, jól emlékszem, az angol parlament környékén vannak ilyen hatalmas füves területek. Hát de már ezt elszívták. Ugye a parlament az egy szigeten van eleve, hát nem könnyű. De az angol parlamentbe be is lehet menni, én voltam is. A magyar parlamentbe is bementem. Én is voltam magyar parlamentben, de nem álltam soha. Egyébként szerintem ne azt lássátok ebben, hogy konkrétan most ki mit akar, hogy most játszótér. Szerintem most a Rogánt meg a Demszkyt nagyon meg kell dicsérni azért, hogy végre valamilyen témáról akkor nem ez a gyűlölködő harcoló, akkor ezek most beszélnek normálisan. Azért az már mégiscsak egy előrelépés. De a Rogán mióta polgármester lett, egész normális. Miért nem lehet cirkusz a gyermekeknek féle? Megérkezett a fővárosi nagy cirkusz a Kossuth térre. Kis Péter és Kövér László a levegő fiai, Navracsics a lengő trapézon, Fideszes medvék és az SZDSZ oroszlányai, minden nap délután is, gyerekeknek féláron, és én ennélek jól van. Gyurcsány Ferenc alábecsülte az összödi beszéd nyilvánosságra kerülésének hatásait, és sorozatos kommunikációs hibákat vétett. Sólyom László egyoldalú kísérletet tett a konfliktus feloldására, és túlhangsúlyozta az erkölcsi válságot. Gergényi Péter, az MTV székház. Rosszul rendbe raktam a papírjaimat. Ostromakor súlyos szakmai hibákat követett el. Rákai Filip az október 23-ai ünnepség végén nem tájékoztatta a résztvevőket, hogy milyen összecsapások zajlanak a környéken. A Fidesz a választási vereség után engesztelhetetlen támadó politikát folytatott, és aggályosan választotta ki az október 23-ai megemlékezés helyszínét, áll a Göncöl jelentésben. Na most tegyük föl. Na? Teljesen normális. Ez mind igaz. És akkor most? Hogy? Nem értek veled egyet. Az van, hogy végre egyszer született egy olyan... De hát ennek meg kellett, hát hogy olyan dokumentum, amelyikre azt gondolom, abból a részletekből, amiket olvasni lehetett belőle, hogy azt lehet rá mondani, hogy pártsemleges. Abszolút értem az egészet, és azt gondolom, hogy igen, ezt én is így gondolom innen az első emeletről, meg a földszintről, meg az ötödik, az emberek úgy gondolom, hogy nagy részt ezzel egyet ér. Hát akkor én azt mondom neked, szóval hölgyeim és uraim, elvesztettünk egy háborút. És?
Én leírom neked. Na de ezt nem, a ebben nincsen igazad. Nincs igazad. Nem, ebben nincsen igazad. Én mi ezt ki kell tudni mondani, hogy ez ebben az abban, de és nem az ama. És mi lesz? Mi történt? De nem, hát az történik, van, hogy történt egy olyan kommunikáció, hogy volt, született egy olyan jelentés. De nehogy azt mondjátok, hogy levonjuk a tanulságokat. De le lehet vonni a tanulságokat. Ezt legalább le lehet vonni. Itt mindenki ott van, kerek perec, hogy hibázott. Nem lehet azt mondani, hogy te voltál rosszabb, vagy te voltál rosszabb, vagy én voltam jobb. Született egy dokumentum évek óta nagyjából először, ami arról szól, hogy minden egyes oldal, meg minden egyes oldal, az objektíven van. Örülök, hogy visszamondtad azt, volt, hogy kiejtetted azt a szót, hogy mindenki. Mondja is, hogy javaslatokat is tesz, hogy az alkotmányt olyanná kell tenni, hogy ne lehessen. Ne fordulhasson ez elő. Igen. Minden megállapítása után ott van egy javaslat. De hogy lesz az alkotmányt? Akkorára írjuk, mint egy ország, és tele lesz papírral, hogy ne lehessen ezt oda menni, tudom, vagy hogy de fog az alkotmány. Ezt nem tudom, de az mindegy, hogy hogyan lesz, csak legyen jó. Ki fogja az alkotmányt betartani? Azok kik lesznek? Kik lesznek azok, akik bizonyos alkotmányos pontokat így is, meg úgy is, meg amúgy is lehet értelmezni, akkor inkább legyen még 84 pont, azt írja, hogy a jelenlegi feltételek mellett fennáll az alkotmányos diktatúra lehetősége, és ezt kell kiküszöbölni, hogyha bármi van, akkor ahogy most állunk, ebben a pillanatban azt mondja, és én ezt elhiszem. Nem az a baj, és hanem azt mondtam, hogy az ország másik fele, meg akik ezt írják, azokra azt mondják, én nem tudom, hogy kinek van igaza. Nem szerint, a másik fele. De azok azért meg azt mondják, hogy ezek az alkotmányos diktatúrát védő, és a Göncöl jelentést azzal vádolják, hogy az részrehajló és kormány. Azt lehet, hogy bizonyos dolgokra lehet, hogy ezt meg még arra is azt mondom, hogy jó legyen beszélgetés, nem gondolom, hogy a fele. Egyébként nem gondolom, hogy hát a fele az országnak. De azt gondolom, hogy ez speciál, mi őket is védi. Mindenkit. Őket is védi. Meglátjuk. A szexfilmekkel szórakoztatja a buszravárókat a megálló képernyős kivetítőin a közlekedési vállalat Szófiában. Szeretnénk utasaink figyelmét elterelni a hidegről, és hogy kellemesen csapják agyon a várakozás idejét. Nyilatkozta a bolgár illetékes a csak az esti órákban működő szolgáltatás. Ez egy ilyen villamospótló szexfilm. Nálunk egyébként végig is lehetne nézni, mert a kombinó úgyse jön, mert elromlik, hát nyilván. Nem? Nem mondom, hogy könnyen indultak el, de most már azért járnak. Jaj. Mi el is fogtunk egy ilyen részletet, egy szexfilmről. Szófiában éjjel egy busz megállóban. Akkor akarod? Akarod? Most? 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 Itt a konyhában? A férjem bármelyik pillanatban. Akarod, hogy a WC-ben bemenj? Nem, most. Feküdj fel a mosogatóra! Jó, csak tudod, hogy ez a busz megállóknak megy, ez a szexfilm. Tudom, vedd le a Jó, csak ne haragudj, el kell mondanunk közben, hogy a négyes, a hatos busz a Trákia úton éjfélkor már csak fél óránként közlekedik. Ha a Vlasatérről indul 24:00-kor. Tudom, ez most nem érdekel, ha is ebben akarod. Igen, már minden más levettem, hát nem látod. Mondjad. Megveszek, érted? De mondjad. Mondom. A Stara, a Zagora utca sarokra 24:10-kor ér a négyes, a Koznica 24:12-kor. A Cyril és Metód tér 24:20. Igen. Felhívjuk az utasok figyelmét. A Didit adom. Azt kérték, hogy forduljunk néha a buszra várakozó utasokhoz. Cyril és Metód tér 24:45. Nem, csináljad de... még, én addig elmondom az időjárás jelentést. Ja. Megdöglök, olyan melegen. Pedig itt Szófiában hűvös éjszaka várható, -7, plusz 2 fok között. Enyhe köccitálás. Bejebb! Ennél bejebb nem tudom. Kérjük az utasokat, bejebb fáradjanak a kocsi belsejébe, amennyiben felszálltak. Istenem, én elszálltam. Na. Ja. Csak a megállóban kellett ismertetni ezt a sok-sok mindent. Igen. Most már itt a buszon csinálhatjuk nyugodtan, szépen csöndben. Igen. Hosszú volt. Jók voltatok. Nagyon jó. Jók. Nagyon jók. Nagyon. Én kérném, hogy brómos teát szeretnék. Mint szexpartnerek.
Nem mint szex, mint színészek jók vagy. Jaj, jól van. Én még azt vártam, hogy csuklós busz mintájára csiklós busz is. Az egy kicsit olcsó lett volna, azért nem írtam bele. Világos, köszönöm, hogy persze, ilyen. A Didi után abszolút. Ez már majdnem olyan, nem hallottam. Nem mondod. Ez már majdnem nem olyan, mint amikor a kisgyerek kérdi a Fagyis bácsit, hogy csokolom, Fagyis bácsi, p***na ízű fagyi van. Persze, kisfiam, itt van. Fű, ez szar. Följebb nyaljad, hülye gyerek. Nem volt valami. Tényleg? Nem nézem a műsort! Steve. Ebben az a jó, hogy az volt, hogy a Jáksó elmondta. Elmondta a Laci. És 34 000 e-mailt, de még az ORT-t. De ez ki lesz is, vágva? Aki, már nem lesz kivágva. Jegyet rendelni a 061-788-5401-es telefonszámon lehet. A 1117 Budapest Sopron út 40 az egyik szónunk. A Teledes 635-es oldalát sürgősen nézzük meg. Írjanak e-mailt a 7.7.7.7.7.hu oldalra, vagy a e-mail címre, és azért mondtam, mert az meg egy oldal, hogy www.7.7.hu, azt is meg kell nézni. Egy hét múlva találkozunk, mint rendesen. Köszönjük, hogy velünk voltak. A viszontlátásra!